Már eltelt némi idő, mióta megjelent a Dead by Daylighthoz az Alien Chapter. És már gőzerővel robogunk a következő DLC felé, ahogy majd egyébként már a Halloween Eventhez is. Viszont van itt még nekünk egy nagyon fontos dolog, ami minden egyes esetben két chapter megjelenése között szokott jönni. Ez pedig a Mid Chapter Update. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha érdekelne az Anti-Facecam mechanika, a Skull Merchant rework, vagy hogy összességében mit is tartogat a következő frissítés a DBD-hez, akkor tarts velem! Ugyanis ezt fogjuk kivesézni a Goosebump mai videójában. Mindenek előtt azonban engedjétek meg, hogy köszöntsem a csatorna újdonsült produkciós asszisztens tagját. Ő pedig Elekes Martin. Nagyon szépen köszönöm, hogy hozzájárulsz a csatorna fejlődéséhez, és előre is jó szórakozást a tagsági előnyökhöz. Na de vissza a Mid Chapterre. Alapvetően most nincs annyira sok apróság belesűrítve a PTB-ben, mint ahogy azt egyébként mostanságra már megszokhattuk. Persze, vannak azért itt is finom hangolások, viszont javarészt egy-két nagyobb változtatás viszi a prímet. És talán az lesz a legegyszerűbb, ha szépen sorjába vesszük őket. Az évfordulós szülinapi streamen már megtudhattuk, hogy valamiféle facecamp ellenes elemet fogunk kapni hamarosan. És úgy néz ki, hogy ez a hamarosan most van. A mechanika lényegében egy új sávot ad a kampon lévő túlélő húdjához a képernyő aljára. Ez a csík annak függvényében fog betelni, hogy mennyire marad közel a gyilkos a kampóhoz akasztás után, és mennyi és mennyire közel lévő csapattárs van a kampó körül. Ez a második rész azért nagyon fontos, mert kifejezetten nem szeretnék a készítők, ha a túlélők kempelésre kényszerítenék a gyilkost, mivel mindegyikük ott rohangál a kampónál, és ezért még a gyilkos kerülne büntetésre az újdonsült mechanika miatt. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a csík ugyanúgy feltöltődik, ha a gyilkos undetectable hatás alatt áll. Úgyhogy még egy Insidious bubával, Wrath-tel vagy akár egy Piggyel sem kijátszható a rendszer. És ha már buba. Mivel tudják, milyen magasról tennének erre a rendszerre a bubák, ezért 0,5 másodpercnek el kell telnie buba két chainsaw-hitje között, hogy földre kerüljön a túlélő. És akkor értendő ez csak és kizárólag az Endurance hatás alatt álló túlélőre. Aztán, hogy ennek lesz értelme vagy sem, az majd kiderül. Így papíron egyébként szerintem nem hangzik rossznak a rendszer, de már most lehet látni különböző klippeket Twitteren, Tricksterrel, Huntresszel, meg hát ugye Nurse-el, hogy pillanatokon belül ki lehet nevetni a magát leszedő túlélőt. És akkor ezzel meg igazából csak még egyszerűbbé letté a tunnelözés. Annyi biztos, hogy szerintem azért ez még majd lesz finom hangolva, mielőtt bekerülne a végleges rendes verzióba. És hát reménykedjünk benne, hogy figyelembe veszik a közösség megjegyzéseit, és akár belenéznek a PTB meccsek statisztikáiba. Na de térjünk rá arra a változtatásra, ami szerintem rengetegeknek a Mid Chapter fénypontja. Skull Merchant legnagyobb problémája, vagy hát egyeseknek előnye, az aktív drónok lock-on hatása volt az exposed hatás miatt. Na, úgy ahogy van, megváltoztatták a drónok működését. Többé nem lesznek aktív drónok, és exposed hatás sem képes tenni a túlélőkre drónok segítségével a gyilkos. Mostantól, ha egy drón terepfigyelés közben észrevesz egy túlélőt, kap egy lock-on jelzőt. Ha eléri a három lock-on jelzőt egy túlélő, instant kap egy clawchappet a karjára. Továbbá két mód van, ami között folyamatosan váltakozni fog a drón. Az egyik a stealth mód. Ebben a módban a drón szkennelési vonala láthatatlan lesz a túlélők számára, így soha nem tudhatják biztosan, hogy jó ötlet oda menni szétszedni a drónt, vagy érdemes lehet még egy kicsit várni. A másik pedig a scouting mód. Ilyenkor már látható lesz a drón szkennelési vonala, és egy kicsivel gyorsabban is fog majd körözni.
A túlélők mind a két módban tudják hatástalanítani a drónt, ezzel tönkretéve 45 másodpercre. Az idő lejárta után pedig visszaáll a stealth és scouting mód váltakozásába. Továbbá fontos megjegyezni, hogy a drón nem fog észlelni egy helyben lévő túlélőket. Értem ezt úgy, hogy többé nem fog lokkont kapni az a túlélő, aki mondjuk egy generátort szerel vagy áll. Mert lévén, hogy nem mozdul meg kifejezetten. A másik fontos dolog, amit átdolgoztak a készítők, azok a claw-trappek. Innentől kezdve, ha egy egészséges túlélő claw-trappet kap, instant megsérül. Ha sérültek, deepfunthatást kapnak, viszont speedboostot nem. A túlélő nem fogja tudni magát felgyógyítani egészen addig, ameddig rajta van a claw-trap. Valamint egy kis ideig látható lesz a gyilkos számára a radaron az adott túlélő. Továbbá még kettő negatív hatást kapnak azok a túlélők, akiket claw-trappel együtt vesz észre egy drón. 10%-kal lassabban fognak mozogni 6 másodpercig, és Killer Instinct-tel látni fogja az illetőt a gyilkos 3 másodpercre. Így a rész zárásának pedig néhány kisebb módosításon mennék még át, ami Skull Merchant-öt igencsak érinti. Skull Merchant-nek 4 helyett 6 drónja lesz. Amint lerak egyet, instant megkapja 8 másodpercre az undetectable hatást. 22 méter helyett 16 méterre lehetnek majd egymástól a drónok. Többé nem fog csökkenni a gyilkos mozgási sebessége, amikor a radart figyeli. Nem fog csökkenni magától a lokkolhatás a túlélőkön, kvázi ha szereztél egy jelzőt, akkor semmilyen módod nem lesz arra, hogy visszamenjen nullára. Legalábbis anélkül, hogy claw-cseppet ne kapjál. Nem tudja majd Skull Merchant manuálisan újra aktiválni a drónokat, viszont el tudja majd őket helyezni egymás felett két különböző szinten. Halkabbak lesznek Skull Merchant léptei, átdolgozták a gyilkos chase zenéjét és az addonokat is az új képességéhez igazították. Igen, ez egy kisebb rework. És az eddigi posztok alapján sokkal kellemesebbnek tűnik egy Skull Merchant elleni meccs most már. A három gen generáló gyilkosokat most már sokkal könnyebb lesz counterölni, lévén, hogy Skull Merchant-tel most már nem tudják effektíven tartani a területet. De hogy mi lesz majd hosszú távon Merchant állapota, na az szerintem egy nagyon jó kérdés. Ugyanis nem 100%-ig Merchant-tel volt a probléma, szimplán csak ő volt az, akinél nagyon is fejet ütött a gond. Az alapvető megoldásra váró probléma ugyanis szerintem legalábbis a három genesztetés. Furán hangsúlyoztam, de lényeg, hogy az, amikor a gyilkos maga kiválaszt három generátort már akár a meccs kezdetekor, és onnan ő el nem mozdul, hanem csak azt az egy adott területet védi. És szerintem mondanom sem kell, hogy egy Blight, Huntress, de Isten meg a mencs még ugye a Nurse is, elég hatékonyan képes ezt a mechanikát alkalmazni, hogyha tudja, hogy mit is csinál. De ez az egész téma egyébként egy különálló videót is megérdemelne, úgyhogy lényeg ami lényeg, hogy a problémát súlyosbító tényező úgy néz ki megoldásra került. És mielőtt rátérnék a kisebb gyilkos és perk változtatásokra, nézzünk is rá a pálya reworkökre. Tényleges, teljes reworköt egyetlen pálya kapott, mégpedig a Shattered Square. Egyik oldal sem szerette igazán a pályát, mivel gyilkosként a játék legnagyobb pályáján kellett nyomást tartanod a sok loop között, túlélőként pedig folyamatosan beleakadtál az Isten vertett tüskékbe a loopok oldalán. Először is csökkentették a pálya méretét és újra dolgozott loop helyekkel látták el a pályát. Sokkal többet egyébként nagyon nem tudok erről mondani, viszont a gameplay anyagok segítségével azért meg tudom mutatni, hogy nagyjából mire is lehet számítani. A másik pálya család, amin picit változtatnak, az a Macmillan. Minden pálya meg fog maradni úgy, ahogy eddig is ismertük őket, viszont kapni fognak egy újabb variánst. Ez azt jelenti, hogy ha betöltesz mondjuk a Suffocation Pit pályára, akkor lehet, hogy nem a megszokott helyen fogsz találkozni a main buildinggel, vagy épp kicsit más elosztásban lesznek majd a loopok. Ismét csak nem tudok sokkal több fix információval szolgálni, de szerintem magukért beszélnek a látható klippek.
És itt az idő rátérni az update legkisebb változtatásaira, ami 5 gyilkost és 2 perket érint. A Furtive Chase a továbbiakban 5 méterrel fogja csökkenteni tokenenként a gyilkos terror rádiuszát az eddigi 4 helyett, így maximum 20 méterrel lehet csökkenteni a terror rádiuszt maximum token esetében. A Background Player 4 másodpercre adott speed boostot a használójának, ha elkezdett futni, mikor a gyilkos a vállára vett egy túlélőt. Majd 60 másodpercre megkapta az exhaustíthatást. A továbbiakban ez a speed boost 5 másodpercig fog tartani. Trappernek 6 helyett a továbbiakban 8 csapdája lesz összesen, és kapni fog egy 7,5%-os speed boostot, miután elhelyez egy csapdát. Trickster és Huntress reload animációja a szekrényeknél 4 másodperc helyett csak 3-at fog igénybe venni. Deathslinger 2,75 másodperc alatt tudott újra tölteni. A továbbiakban 2,6 másodperc lesz ugyanezt végrehajtani. Illetve a Joe Smasher és Wanted Poster addonok 1 és 2,5%-os speedboostot adtak a gyilkosnak. Már hogyha ugye éppen célzott a szigony puskájával. Innentől 1,5 és 3%-os statisztikával lesznek ellátva az előbb említett addonok. Legion BFF addonja 4%-kal gyorsította a gyilkost az 5. generátor elkészültekor. Vagy ennek a 4%-nak egy szorzott értékével, attól függően, hogy mennyi frenzitet sikerült kiadnia a meccs során. Na, a továbbiakban 6%-kal fog operálni az addon. És ezzel a PTB és a várható update végére értünk. Amennyire aprónak hangzanak az előbb említett változtatások és újdonságok, annyira fontosak egyébként szerintem hosszú távon. És nem is feltétlenül azért, mert hogy majd a jövőben mekkora hatása lesz ezeknek. Hanem azért, mert szerintem ezek az első lépések a tényleges problémák megszüntetésére. Vagy legalábbis reménykedem benne. A kempelés például egy sok gyilkos által elengedhetetlen taktika, hogyha valamit is szeretnének elérni a meccsben. Úgyhogy pont emiatt ez az anti-camp feature nem hiszem, hogy ezeknek a gyilkosoknak az ínyére lesz. Viszont mivel már ténylegesen fel lett ismerve a probléma, hogy mennyire unalmas mind a két fél számára a camp mint stratégia, ezért remélhetőleg érkezni fog majd valamiféle kompenzálás vagy balanszolás a jövőben, hogy az ilyen gyilkosoknak is legyen egy lehetősége egy normális játékra. Minden esetre is kíváncsi vagyok, hogy mit tartogatnak még az évre a készítők változtatások terén, ugyanis eddig egyébként ígéretesnek tűnik a felhozattal. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem sikerült érthetően bemutatnom a várható frissítés részleteit. Neked mi a véleményed a videóban elhangzottakról? Hozd meg velünk is gondolataid a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!